A téli hideg időjárás miatt sokkal jobban kiszáradhat a bőr, így hajlamosabb az ekcémás reakciókra is. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor még gyakrabban szükséges a bőr hidratálása, így az kevésbé fog kirepedni, és kisebb az esélye, hogy fájó viszkető érzéssel kell megbírkóznunk. Jönnek a további részletek. Köszönjük szépen, nagy éva doktornő Köszönjük van hívánok. itt velünk, bőrgyógyász, jó reggelt kívánok. Doktornő, megnéztem az adatokat a magyar lakosságnak körülbelül a 2-7%-át érinti az ekcéma. Picit beszéljünk erről a betegségről, milyen típusú kó pontosan? Az eczémának a fogalma tulajdonképpen a bőrgyógyászat történelmi során nagyon sok átalakuláson ment keresztül. Napjainkban az a tulajdonképpen a helyes, hogyha a dermatitis és az ekcéma fogalmát szinonimaként használjuk. Általában az akut betegségeknél szoktuk a dermatitiszt és a krónikusnál, ami inkább szárazabb, ott az ekcémát. És valóban így van, hogy a lakosságnak a nagy része genetikailag örökli gyakorlatilag ezt a hajlamot. Ugye gondoljunk a kisgyerekekre, mikor atópiásnak mondjuk őket, mikor elhozzák az anyukák a kis száraz bőrükkel, fehér bőrükkel. Na most az egycémát különösen azok szenvedik nagyon, az betegek szenvedik különösen meg ezt a téli időjárást. Tulajdonképpen mindenki. Tehát az eső, a hó, a hideg az igénybe veszi nagyon a bőrünket. Azt figyeltem meg, hogy az ekcémás betegeknél főleg a kéz az, ami rettenetesen igénybe van véve. Ez miért? Átlában, talán ugye azt szoktuk mondani, hogy azok a területek, bőrterületek, amelyeket nem védünk ruhával. Ugye itt az arc és a kéz, amelyik a frontvonalban van. Na most ezek különböző súlyosságúak lehetnek. Tehát az egyszerű szárasságtól, az egyszerű bőrgyulladástól kezdve olyan súlyossá válhatnak, hogy tulajdonképpen bereped a bőr, sőt, sokszor vérzik. Gondoljunk arra, hogy például az új végeknek a berepedése milyen fájdalmat tud okozni. Néha úgy jönnek a betegek, hogy leragasztják raktapasszal ezeket a területeket, mert bármihez hozzáérnek, azonnal fáj nekik. Na most ez nem megoldás természetesen, és ilyen, de van megoldás, tehát kezelések nagyon fontos kezelésekről beszéljünk, bocsásson meg, csak ne szaladjunk ennyire Igen. előre, inkább a megelőzésről beszéljünk. A megelőzés lenne a kesztyű. A, í, a megelőzés a kesztyű. a kesztyű. de vannak azért egyéb m, módozatok itt, ugye hallottuk a felvezetésbe például a hidratálást, tehát sok vizet kell fogyasztani. Az például. az igazság, hogy ez egy kicsit, el kell, hogy oszlassam egy kicsit tévhit, hiába minden beteg azzal jön be, hogy három liter vagy két litert esetleg, aki nagyon nem bírja, az másfelet megiszik, és mégis ilyen a bőre. Egy, ez nem fog a, a gyakorlatilag a bőrbe kiválasztódni. A bőrnek van egy barrier funkciója, egy védelmi funkciója, és ezekben az esetekben, például az időjárásnál, ezek a barrier funkciók kimerülnek. Én ezt nem tudom belülről pótolni. Tehát ezt csak kívülről tudom. Tehát ezért mondtam azt, hogy a megoldás az mindenféleképpen a bőrgyógyász, illetve a megfelelő krémek használata és az ápolás, tehát a rendszeresség. Na most ez azt jelenti, hogy olyan krémet kell összeállítanunk. És ezt mindig mondom is a betegeknek, elmagyarázom, hogy a karbamid az, ami tulajdonképpen puhító. És ez a karbamid az, amit beleteszünk a krémbe, megfelelő gyulladás csökkentővel, és azt tanácsoljuk, hogy éjszakánként kenje be a kezét. Gyógyszertárban lehet kapni cérnakesztyűt. Húzza rá cérnakesztyűt, egyrészt azért, hogy ne kenjen össze vele semmit, másrészt pedig azért, mert ezzel egy okkluzív kötést biztosítunk a bőr felületére, kicsit mélyebbre fognak ezek az anyagok bemenni. Nappal viszont ott jön a hidratálás kívülről. Tehát mindenféleképpen olyan krémet kell alkalmazni. Lehet kapni a gyógyszertárba is készen, de én jobb szeretem, hogyha magam állítom össze, ami gyakorlatilag nem csak táplál, véd is, és ami nagyon fontos a betegeknek, hogy tudjon vele dolgozni. Ez Tehát, a megelőzés hogy, része igen, is, a kesztyű a, vagy a krém. Minden, ez a megelőzés. Igen, így van szenvedett eczémától, azt tudja. De mi van akkor, amikor már megtörténik a baj, kirepedezik a kész, hogyan lehet kezelni a problémát? Mindenféleképpen csak a krémekkel. És tulajdonképpen ebben a legfontosabb, hogy rendszeresen. Tehát, és a másik, amit szoktam mindig mondani, hogy ha lehet, kicsit korábban jöjjenek a bőrgyógyászat, tehát ne amikor már vérzik, amikor már bereped. Na most van még egy megelőzési mód, ezt főleg a nőknek szoktam ajánlani, hogy a háztartási munkát, ha lehet, akkor gumikesztyűbe végezzék. De ne az eldobható gumikesztyűbe, hanem a háztartásiba, aminek van egy kis bélése, tehát hogy ne fülledjen be a kezük. Azzal is rengeteget lehet javítani, hiszen ezek a bőr, ez a bőr védtelen. Pont abszolút. ezt akartam kérdezni, hogy aki vegyi anyagokkal dolgozik, mondjuk üzem, be, vagy említette a házi asszonyokat, akik különböző vegyszerekkel dolgoznak takarítás közben, ugye nekik mire érdemes figyelni, uh -huh. ezek szerint a gumikesztyűr viseletére, de van ugye a Covid alatt megszokhattuk azt, hogy voltak ezek az alkoholtartalmú készfertétlenítőszerek, amelyeket ugye sokszor a szappanba, folyékony szappanba is beraktak, és ott ugye sokszor ez az alkoholtartalmú anyag, ez kimarta a kezet. Tehát ilyenkor mi a teendő, mire hívne fel a figyelmet? Nagyon, még azoknak is, akik tulajdonképpen nem ekcémás hajlamúak, nagyon sokat szenvedtek tőle az ektémások. Például én is, bocsánat, csak igen mondjam. Azért mondom, hogy nekem is volt ilyen probléma. Kezben. Igen, nagyon, ezek nagyon erősek voltak, de gyakorlatilag ugye használjuk, ma is használjuk őket, csak arra szoktam felhívni a figyelmet, hogy ha lehet, akkor ne azt, amelyik spré formájába éri a kezet, hanem inkább az, amelyik ilyen zselé formájába. És nem kell túl sokat rátenni, ez a másik. Tehát nem kell agyon kenni. A harmadik pedig az, hogy ha hazamegy, akkor mosson kezet. Mindenféleképpen mossa meg a kezét, és ha lehet, akkor viszont olyan mosdókrémmel, gyógyszertárban lehet ezeket kapni, amivel egy kicsit visszahidratálja a bőrét. Tehát ne nagyon erős detergenseket használjon, mert akkor ezek a ártalmas dolgok összeadódnak. Ilyenkor egyébként azoknak, akiknek erre érzékeny a bőre, akár a hideg időbe köszöntével, az is számít például, hogy milyen mosószert használunk a ruhákhoz, milyen mosogatószerrel mosogatunk, stb. Tehát ezekre is érdemes odafigyelni? Nagyon is oda kell figyelni rá, tényleg így van. És a exzimásoknál mindig azt szoktam tanácsolni, hogy ha lehet, akkor inkább gyógyszer gyógyszertári mosakodó zuhanyozzanak, tehát nem kárba, hanem zuhanyozni, és a mosószereken kívül pedig, ugye a mosószereknél ott mi nem nagyon szeretjük az öblítőt, mert azok még allergizálnak is ráadásul, és nem, nem a mosógép nem öblíti ki az öblítőt, tehát nem, nem fog azonnal kiürülni, az ott marad benne, tehát az is irítál. És gyakorlatilag a kézmosáshoz is a gyógyszertári mosakodókrémet használja. A hűvösebb időbe köszöntéve nem csak az egcímásaknak jelenthet problémát egyébként a, a bőrnek a, a szárassága, hanem, hanem más jellegű, egyszerűen csak az, hogy kiszárad a bőrünk. Ilyenkor ebben az időszakban, téli időszakban mire érdemes figyelni, beszéltünk a hidratálásról, de például a vitaminok fogyasztása segíthete, a vitaminokat feltétlenül javasoljuk mi is, hiszen szüksége van a bőrnek is gyakorlatilag a vitaminokra. Itt nem szabad még azt elfelejteni, hogy például az arcbőre milyen sokat szenved. Ezt szinte el szoktuk felejteni. Kiszárad a bőr, húzódik, tényleg sokat kínlódnak, különösen nem csak az ekcémások, hanem mindenki. Tehát azt tanácsolom, hogy a legegyszerűbb krémmel kenjék az arcukat, ez a férfiakra is vonatkozik, és úgy menjenek ki az utcára. De hadd mondjak még valamit. A lábbeliket. Nagyon font Pontos. Ugyanis gondolnunk kell azért a tinédzserekre is, ők ugyanis vászon sportcipőbe járnak télen is, nagyon keskeny, ha cipőt húznak, nagyon keskeny cipőt húznak. Na most ez két okból is nagyon veszélyes. Azt kell tudni, hogy plusz egy-két fokban már megfagyhat például a kislábújunk, tehát a... Vizes cipő hajlamosít rá, a másik pedig a szűk cipő, mert ott meg a keringést rontja. Tehát télen mindenféleképpen azt tanácsoljuk, hogy olyan cipőt, ami nem ereszti át a vizet, és lehetőleg kényelmes legyen. Doktornő, nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük. ilyen praktikus, hasznos tanácsokkal látott el bennünket. Köszönjük, hogy itt volt.